Gyakorlatilag egész nyáron pattogott a labda nyírbátori Győrfi Tibor edzőközpontban. Ezen belül három héten keresztül bentlakásos rendszerben készültek a helyi, illetve nyíregyházi és debreceni fiatalok, mellettük román, ukrán és szlovák asszonyi teniszezők edzettek napi több órán keresztül. Az elmúlt héten a nyári Európa-bajnokságon is szereplő Tölgyes Dorottya hiányzott a többiek közül, ugyanis a Nemzetközi Szövetség által szervezett luxemburgi edzőtáborban készült. A jövőre ifjúsági korosztályba lépő játékos bekerült az Európa válogatottba, és ősztől klubszinten is a legmagasabb osztályban szerepelhet majd a fiatal játékos. Ebben az évben bevállaltuk a női extraligát, mert megváltoztatták a csapatbajnoki kiírást. Nők csak úgy játszhatnak férfi bajnokságban, hogyha a női bajnokságban is játszanak. Ezért most úgy döntöttünk, hogy akkor bevállaljuk, bár mi igazából fiúklub vagyunk, de egy-két-három olyan dolog történt itt a nyár folyamán, valamint a tavasz folyamán, amivel a játékos keretünk jelentősen megerősödött, és ez nekünk plusz forrásban, lebonyolításon kívül nem került, tehát magyarul játékosokat nem kell fizetni, játékosoknak a versenyengedélyét nem kell megvennünk, hanem ezt egy rendszeren keresztül meg fogjuk kapni. Konkrétan Keresztesi Kitti ide jön hozzánk Szekszárdról, itt fejezi be a gimnáziumot, és ő is a mi csapatunkat fogja erősíteni, valamint két angol kislány jelentkezett be hozzánk, akik utánpótláskorúak. A nyári Európa-bajnokságon még az ifjúsági válogatottat irányító Fekete Soma az elmúlt évben többször is tartott edzéseket Nyírbátorban. Az ősztől Németországban dolgozó szakember az elmúlt héten is segítette a fiatalok munkáját. Jelenleg most először ilyen alapozáson vagyunk, gyorsítás, lábmunka, apró technikai hibákat próbáljuk kijavítani. Ugye 2-3 hét múlva kezdődik a versenyszezon. Most arra törekszünk, hogy egy jó alapot összerakjunk nekik, és 1-2 héttel a versenyszezon előtt már a meccsjáték és az, hogy a versenyre tényleg a lehető legjobban felkészüljenek, az lesz a cél. A nyírbátori férfi csapat annak ellenére, hogy megnyerte a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában, nem lép feljebb, marad a harmadik vonalban. Tölgyes Dorottya számára pedig a bajnokság mellett ősszel indul a nemzetközi versenyszezon is, a nyírbátori játékos a lengyelországi világkupa mellett a horvát és szerb nemzetközi bajnokságon is képviseli majd a magyar színeket.